közös munka. Foglalkoztatási paktum létrehozásáról kötött együttműködési megállapodást 28 önkormányzat, intézmény és munkáltató a nyíregyházi állásbörzén. Javuló mutatók. A 2016. december és 2017. február közötti időszakban 4.372.000 dolgoztak hazánkban. Segítség a cégeknek. Ingyenes tanácsadást, partnerközvetítést is igénybe vehetnek az érdeklődő vállalkozások Nyíregyházán, az Enterprise Europe Network irodájában. Foglalkoztatási paktum létrehozásáról kötött együttműködési megállapodást 28 önkormányzat, intézmény és munkáltató csütörtökön a nyíregyházi állásbörzén. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat vezetésével megalakult paktumszervezet egy uniós pályázat keretében több mint 2,5 milliárd forintot fordíthat a megye foglalkoztatási helyzetének javítására 2021-ig. A program elsősorban a munkanélküliek elhelyezkedését és képzését támogatja. Az együttműködési megállapodást írják alá a megyei hivatalokat csatlakozott önkormányzatok és vállalkozások képviselői. A 2,5 milliárd forint értékű a megyei önkormányzat és a kormányhivatal által elindított programban több mint 1000 hátrányos helyzetű munkanélküli foglalkoztatása támogatható. 500-an képzésben vehetnek részt, 1500 embernek pedig egyéb munkaügyi szolgáltatásokat nyújtanak. A munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár szerint negyedik éve 4 millió felett van a foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatás bővülés miatt jelenleg nem a munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány jelent problémát. Egy jelentős verseny folyik a jól képzett, vagy éppen a képezhető dolgozni akaró munkaerő iránt. Ennek a igénynek a kielégítését szolgálja sok-sok olyan program, amelyik program ismertetésén ma is, vagy egy paktum aláírásán vagyunk, hisz ennek a topos megyei programnak is az a célja, hogy azokat az embereket, akik esetleg eddig még nem is gondolkoztak azon, hogy dolgozzanak az elsődleges munkaerőpiacon, elmenjenek céges körülmények közé dolgozni, bevonják a munkába, vagy pedig olyan embereknek segítsenek, akik akartak, de valami oknál fogva nehezebben tudtak elhelyezkedni a munkavilágában. A Foglalkoztatási Együttműködések Szabolcs-Szatmár Bereg megyében című program célcsoportjai elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, vagy a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, de az 50 év felettiek, a gyesről és gyedről visszatérők, gyermeküket egyedül nevelő felnőttek és a megváltozott munkaképességűek számára is kínál foglalkoztatást vagy képzést elősegítő támogatást. Ennek a szervezeti kereteihez tartozik az az együttműködési platform, amely a Paktum szervezet, amelybe azok a releváns szereplők, foglalkoztatói, tehát munkaadói, munkavállalói, érdekképviseleti, civil szervezetek, önkormányzatok és a kormányhivatal, mint a foglalkoztatással, munkaügyekkel foglalkozó szakigazgatási szerv, együttesen vállalhatnak szerepet. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy nyitott szervezet, amelyhez bárki csatlakozhat. A megállapodást aktuális helyszínen a Kelet-Magyarország által szervezett állásbörzén írták alá, ahol 62 kiállító cég és szervezet közel 500 állásajánlatot kínált az érdeklődők számára mindenféle munkaterületen. A nagyobb nyíregyházi cégek mellett a vidéki társaságok, így például a repülőgép alkatrészeket gyártó Deal Air Cabin Hungary Kft. Is megpróbált munkaerőt toborozni Nyírbátori üzemébe. Utasszállító repülőgépeknek gyártunk belső bútorzatot, nagyon speciális technológiával, speciális körülmények között. Nyírbátorban vagyunk. Igazából 5 évvel ezelőtt alakultunk, egy fővel kezdtük, és most vagyunk 530-an, és a következő 3-4 évben szeretnénk ezt 850 főig feltorlázni, és a további terveink is még ennél magasabbak. Amiért itt vagyunk, az az, hogy szeretnénk felvenni kollégákat teljesen a szerelő, operátori munkától egészen mérnöki végzettségig, folyamatosan fejlődünk, folyamatosan hozzuk át Németországból a termékeknek a gyártását, és ez megfelelő mennyiség és megfelelő minőségű kollégákat keresünk. Az érdeklődőknek a munkalehetőségek mellett bemutatókat, illetve álláskeresési tanácsadásokat is szerveztek a kiállító társaságok. Bővült a foglalkoztatás az elmúlt időszakban, derül ki a KSH legfrissebb adataiból.
A 2016. december és 2017. február közötti időszakban 4.372.000-en dolgoztak hazánkban. Az adatokból kiderül, a vizsgált időszakban a nők foglalkoztatási mutatója jobban alakult, a munkanélküliség átlagos időtartama pedig körülbelül másfél év. Kevesebb a munkanélküli, bővült a foglalkoztatás. A munkaerőpiaci legfrissebb adatok 2016. december és 2017. február közötti időszakra vonatkoznak. Ekkor Magyarországon a 15-74 éves népességből 203.000-en számítottak munkanélkülinek, ez 73.000 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta egy 1,7% ponttal csökkent, és 4,4% volt. A nőknél kedvezőbben alakultak a mutatók, így a nők foglalkoztatási mutatója, foglalkoztatási rátája javult jobban, illetve a szektorokat tekintve és a foglalkoztatásra kihegyezve a foglalkoztatás is bővült, 4.372.000 fő volt foglalkoztatott az elmúlt időszakban. A foglalkoztatási bővülés az elsődleges munkapiacon dolgozók számának emelkedéséből fakadt. A vizsgált időszakban 144.000 fővel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban, tette hozzá a statisztikai tanácsadó. Területi bontásban 2016 egészére állnak rendelkezésre információk, ekkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a foglalkoztatási arány 53,3% volt, a munkanélküliségi ráta pedig 11,6%. Ez hosszabb időtávon jelentős javulást jelent, ugyanis az abszolút számokat tekintve ez azt jelenti, hogy a megyében 2016-ban 50.000 fővel többen dolgoztak, mint 2010-ben. Az adatokból az is kiderül, hogy a munkanélküliség átlagos időtartama körülbelül másfél év, valamint az is, hogy a munkanélküliek 47,2%-a legalább egy éve keres állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számít. Ingyenes tanácsadást, partnerközvetítést is igénybe vehetnek az érdeklődő vállalkozások Nyíregyházán, az Enterprise Europe Network irodájában. Hangzott el a Primum Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozás érénkítő alapítvány rendezvényén. A szakmai fórumon a nemzetközi partnerkeresésről és az agrárvállalkozások számára elérhető fejlesztési forrásokról egyaránt tájékozódhattak az érdeklődők. Harmadik alkalommal rendezte meg agrárvállalkozások számára meghirdetett szakmai napját a Primum Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozás élénkítő alapítvány. A fórumon pályázati és hitel lehetőségekről tájékozódtak az érdeklődők, valamint ingyenesen elérhető vállalkozásfejlesztő szolgáltatásokról is tartottak előadást. Az Enterprise Europe Network irodát Nyíregyházán a Luther utca 16-ban találhatják meg. Itt a partnerközvetítés, a vállalkozói tanácsadás, akár technológiai transfer közvetítés is szóba kerülhet a vállalkozások részére, hiszen manapság az agráriumban a precíziós mezőgazdaság az, ami igen komoly tért hódít magának, és egyre többen keresnek meg bennünket, külföldi partnerek, hogy hazai vállalkozókkal együtt működhessenek. Minden szolgáltatásunk térítésmentes. A rendezvényen a megyei kormányhivatal agrár- és vidékfejlesztést támogató főosztályának vezetője kiemelte, hamarosan pályázható a tanyák villamosítását, korszerűsítését támogató kiírás, és még elérhető a népszerű fiatal gazda pályázat. Utóbbinál március 31-ig van nyitva az első kör, a támogatási összeg nem változott, tette hozzá a főosztályvezető. Továbbra is 12 millió forintnak közel megfelelő támogatási mértékben részesednek a nyertesek. Ami viszont változott, hogy azok a fiatal termelők jelentkezhetnek be erre a pályázatra, akik már mezőgazdasági termelői potenciállal rendelkeznek. Ez lényeges eltérés az előző körhöz képest. Tudnélik, régebben azok a fiatal mezőgazdasági termelők pályázhattak, akiknek még nem volt mezőgazdasági tevékenységük. Most viszont 6000 standard termési értéknek megfelelő termési potenciállal kell rendelkezniük. Ami lényeges változás, hogy nappali tanulmányokat nem folytathatnak, tehát olyan fiatal gazda nem pályázhat. Változás az, hogy nem opcionális lehetőség a vállalkozóvá válás többletpontért, hanem itt kötelező lesz a főállású vállalkozóvá válás.
A rendezvényen több mezőgazdasági céget és technológiát mutattak be, többek között ezeket az élőalgás tápoldatokat, amelyek használatával akár 20-30%-os termésnövekedés érhető el, és gyorsabban regenerálódik a növény egyes fertőzések vagy fagy jégkár után. Az emberek biztonságának megteremtése a 2018-ban kormányváltásra készülő Jobbik célja, mondta nyíregyházi tájékoztatóján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 2. számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltje. Füle pedig hozzátette, szeretné hasznosítani azokat a tapasztalatokat, amelyeket tiszavasvári polgármestereként és a megyei közgyűlés tagjaként szerzett az elmúlt években. Az egyik legfontosabb az embereknek az anyagi biztonságát visszaadni, ezt elsősorban munkahelyteremtésekkel tudjuk véghez vinni. Nem felesleges stadionépítésekre és látványberuházásokra van szükség ma Magyarországon, hanem valódi munkahelyteremtésre. Én azt gondolom, hogy ezeknek a beruházásoknak a megszüntetésével, illetve a felülvizsgálatával, valamint különféle intézkedések tételével megfelelő összegű költségvetési tartalék és forrás különíthető el valódi munkahelyteremtésekre. Egy személy sérült meg abban a balesetben, amely csütörtök kora délután történt Nyíregyházán. Egy a Szent István utcán haladó motoros fékezni kényszerült, hogy elkerülje az ütközést egy parkolni készülő gépkocsival. A motorkerékpár nekicsapódott egy másik autónak, a motorost a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba. 50-60 felolvasásból készül el az a hangos kiadvány, ami a vakokhoz és gyengénlátókhoz juthat el. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete ma felolvasónapot szervezett. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Több mint másfél évtized szünet után lép ismét pályára nyíregyházi színekben Veres Péter. A 38 éves röplabdázó a hétvégén az NB2-es GLPS-e színeiben szerepel majd a Vasvári gimnáziumban. Vereséggel zárta az alapszakaszt a Szentsenyik sem. Kovács Tibor együttese Debrecenben az Ittszer Tigrisek csapatától kapott ki 95-78-ra. Ötven-hatvan felolvasásból készül el az a hangos kiadvány, ami a vakokhoz és gyengénlátókhoz juthat el. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete ma felolvasónapot szervezett. Olyan irodalomkedvelő önkénteseket vártak szervezetüknél, akik szívesen olvastak fel humoros, vidám verseket, elbeszéléseket, novellákat és meséket. A rászedett óriás. Élt velem, amikor réges-régen Írországban egy óriás... Hangos könyv készül a Vakok és Gyengénlátók Egyesületénél. A gimnazisták már visszatérő résztvevői a felolvasónapnak, amelyet a Szabolcs megyei szervezet minden évben két alkalommal szervez meg, és amit általában egy téma köré építenek fel. Humoros, vidám verseket, meséket, elbeszéléseket vártak a mai alkalomra. Én nagyon fontosnak tartom, hogy klasszikus műveket válasszak. Nagyon szeretem a helyieket népszerűsíteni, tehát helyi nagyjainkat, Vácit, Móricot, Bessenyei Györgyöt, Krúdit. Ám most Heltait választottam éppen azért, mert ő a humoresznek, a vidámságnak, a karikatúrának a nagy mestere, és fontosnak tartom, hogy klasszikus és értékes műveket népszerűsítsünk a hallgatók körében. A látássérültek várják az új kiadványokat és várják az új hangokat is. A felolvasásra színészek, rádiós, tévés személyiségek is szívesen vállalkoznak, segítik a kiadványt. Annyit hallasz, hogy a madarak nagyon szépen énekelnek körülötted, és a patak nagyon szépen mesél. 50-60 felolvasást rögzítenek, ebből áll össze a hangos könyv. A hangstúdiónk 2009 óta működik. Elsőként Magyarországon Vakok Egyesülete vagyunk, ahol egyáltalán hangstúdiót működtetnek. A stúdiós kollégám Dankó Pál, aki vezeti ezt a stúdiót, és az ő irányításával történnek itt különböző felolvasások, különböző projektekben, közösségi szolgálatos diákok ebben az évben érettségi tételként és érettségi témakörként földrajzot és biológiát fognak felolvasni,
idegen nyelvű hanganyagot is tervezünk előállítani, illetve az Egyesület információs kiadványai, egészségmegőrző és ismeretterjesztő kiadványait is itt olvassuk fel. 80 ezer látássérült van Magyarországon, de a látássérült emberek mellett a hangos könyveket az olvasási zavarokkal küzdő gyerekek és felnőttek tanulásában is alkalmazzák, sőt azok is használják, akik betegségük miatt ágyhoz kötöttek. A hangos kiadványokat népszerűsítik és közzéteszik az interneten is, segítve a dokumentumhoz való hozzáférést. Több mint másfél évtized szünet után lép ismét pályára nyíregyházi színekben Veres Péter. A korábban az olasz, spanyol és orosz bajnokságban is az egyik legjobb játékosnak számító 38 éves röplabdázó a hétvégén az NB2-es GLP-ese színeiben szerepel majd a Vasvári gimnáziumban a bajnokság negyedik fordulójának 5 csapatos tornáján. Egy korábbi világklasszis is ott volt a pályán, a GLP-ese szerdai edzésén Veres Péter 17 év szünet után húzhatja fel ismét szülővárosa csapatának szerelését. A nyitásfogadó 4-es ütőposzton szereplő játékos tagja volt az NVSC 1998-as bajnokcsapatának, majd külföldre tette át székhelyét. Olaszországban, Spanyolországban, Oroszországban és Lengyelországban is a bajnokság egyik legjobbjának számított, klubszinten csak a Bajnokok Ligája aranyérmet hiányolja a karrierje során szerzett címek közül. A 38 éves röplabdázó bő egy éve fejezte be a játékot, most azonban igent mondott az NB2-es együttes invitálására. Az egészségügyi problémáim már nem engedték, hogy tovább játszok profi szinten. Másik szerintem meg minden sportoló karrierét abba hagyni a szülővárosába szerintem az egy hatalmas élmény. Én úgy gondolom, hogy olyan csapatunk van, hogy a hazai mérkőzéseket meg kellene, hogy nyerjük. Attól függetlenül, hogy az első pár tornán nem úgy sikerült, ahogy elvártuk volna. Mi öreg játékosok nem mentünk régenbe játszani, viszont most nagyon nagy vágy van bennünk, hogy tényleg a régi hazai közönség előtt, aki annak idején, mikor még itthon játszottam, hát már sajnos már nem pár évvel ezelőtt, mert most 17 évről beszélünk. Én nagyon szeretném, hogy ezek a régi szurkolók is kilátogatnának a hétvégén. Tényleg tiszta szívből oda fogjuk tenni magunkat, hogy hát ha a jövőben itt Nyíregyházán Örpada újra elindulna valamilyen úton, és nem magamról gondoltam, hanem az utódokra, a fiatalokra. Veres Péter mellett még Pampuk Csaba, Tolnai József és Szilágyi Botont képviselő a rutint, mellettük fiatalok alkotják a csapatot. Pontosan az a 10 év hiányzik, amíg Nyíregyházán nem volt férfi röplabda, és ez nagyon-nagyon látszik, tehát nincs meg a kontinuitás a két korosztály között. Nagyon sokat segítenek az idősebb játékosok. Én magam részéről ezt elétől fogva mondtam, hogy rájuk feltétlenül szükség van, mert az ő tudások, tapasztalatuk, játékintelligenciájuk meghatározó, amit át kell, hogy vegyenek ezek a fiatalok, és mivel nem tudtak eljönni az idegenbeli mérkőzésekre, így változó sikeres szerepeltünk, de a itthoni tornán feltétlen győzelmet várok mind a 4 mérkőzésen. A GLP-ese 3 forduló után 4 győzelemmel és 8 vereséggel a 3. helyen áll az 5 csapatos mezőnyben. A nyíregyháziak szombat délelőtt a Székesfehérvár, délután a Győr, vasárnap délelőtt az Alaegerszeg, délután pedig a Szeged ellen lépnek pályára a Vasvári gimnázium csarnokában. Vereséggel zárta az alapszakaszt a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese Debrecenben a Zitzer Tigrisek csapatától kapott ki 95-78-ra. A nyíregyháziak az 5. helyen végeztek az NB2 keleti csoportjában, és a legjobb 4 közé jutásért épp a Zitzer Tigrisekkel vívnak majd 2 meccses párharcot. Debrecenben zárta az alapszakaszt a Sunshine Nyikse. A több játékosát is nélkülöző nyíregyházi együttes már az első negyedben jelentős hátrányba került az Zitzer Tigrisekkel szemben, és a különbség a mérkőzés végéig meg is maradt a két csapat között. Kovács Tibor együttese így 10 győzelemmel és 10 vereséggel az 5. helyen végzett a 11 csapatot felvonultató mezőnyben. A keleti csoportban a Szigetszentmiklósi BKG Prímese zárt az első helyen 19-1-es mutatóval. A nyíregyháziak 3 helyet előreléptek tavalyi helyezésükhöz képest. Ez a második évünk az NB2-ben, aminek nagyon örülünk, hogy
úgymond felkarolták ezt a, ebben a sportágban az NB2-es csapatot is, és van olyan lehetőség a kosarasoknak, akik nem jutnak az NB1-be, vagy valamilyen oknál fogva nem ott szerepelnek, munkahelyi tanulmányi elfoglaltságok miatt, de van kosárlabda élet Szabolcsban, ez a legfontosabb. Tavaly elindultunk, most ebben az évben már azt tűztük ki célul, hogy lépjünk előre a tavalyi 8. helyezéshez képest, az alapszakaszban ezt már maximálisan teljesítettük. Én azt gondolom, a fentlét, illetve az előrelépésnek az állaga ez, hogy működünk, megyünk, csináljuk, és kisebb-nagyobb eredményekkel, de van kosárlabda ilyen szinten is a megyében. Összességében, mint minden sportember, azért mindig van hiányérzete az embernek. Több mérkőzésben benne volt a jobb szereplés, a győzelem, és azzal inkább egyen lettünk volna előrébb, a harmadik hely alapszakaszban nem lett volna meg úgy sem. A Sunshine Nyiksi együttese a legjobb négy közé jutásért a negyedikén záró Zicser Tigrisek ellen lép pályára. Aki a sportágban benne van, tudja, hogy Debrecenben elég nagy a merítési lehetőség, sok utánpótláskorú játékos van, NB1-B és NB2-es szinten. Nagyon sok tehetséges játékos van, akik NB2-ben szerepelnek most. Nagyon kellemetlen és nagyon ügyes ellenfélről van szó. Alapvetően, amit említettem, az alapcél az teljesült. Előzetes talán riportunkban már én említettem, hogy személy szerint is, illetve hát a csapatban is azért nagyobb étvágy van. Maximálisan szeretnénk a négy közé jutni, és kimondottan dobogóra. De benne van az is, hogy ez nem sikerült, mert a vereséget is el kell fogadni, ha esetleg adott szituációban jobb ellenféltől, meg jobb formában lévő ellenféltől kapunk ki, de cél a négy közé jutás kimondottan is. A két csapat először március 5-én Debrecenben találkozik egymással, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik Nyíregyházán, a Bánki torna csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Foglalkoztatási paktum létrehozásáról kötött együttműködési megállapodást 28 önkormányzat, intézmény és munkáltató csütörtökön a nyíregyházi állásbörzén. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat vezetésével megalakult paktum szervezet egy uniós pályázat keretében több mint 2,5 milliárd forintot fordíthat a megye foglalkoztatási helyzetének javítására 2021-ig. A program elsősorban a munkanélküliek elhelyezkedését és képzését támogatja. Bővült a foglalkoztatás az elmúlt időszakban, derül ki a KSH legfrissebb adataiból. A 2016. december és 2017. február közötti időszakban 4.372.000 dolgoztak hazánkban. Az adatokból kiderül, ha a vizsgált időszakban a nők foglalkoztatási mutatója jobban alakult. A munkanélküliség átlagos időtartama pedig körülbelül másfél év. Ingyenes tanácsadást, partnerközvetítést is igénybe vehetnek az érdeklődő vállalkozások Nyíregyházán, az Enterprise Europe Network irodájában. Hangzott el a Primum Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozás élénkítő alapítvány rendezvényén. A szakmai fórumon a nemzetközi partnerkeresésről és az agrárvállalkozások számára elérhető fejlesztési forrásokról egyaránt tájékozódhattak az érdeklődők. Önök a Kölcsei Televízió iradóját látták március 30-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják weboldalunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, a Kárpát-medence fölé eleinte változó, majd többnyire alacsony nedvesség tartalmú, ismét 1-2 fokkal enyhébb levegő áramlik. Kissé erősödik a nappali felmelegedés, az éjjel gomoly felhő képződése lehet számítani, majd csökken a felhőzet. Eleinte egy-egy zápor előfordulhat, az északkeleti szél időnként megélénkül, reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos száraz időre lehet számítani, a déli szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Az előttünk álló hétvégén túlnyomóan napos száraz időre van kilátás, kissé enyhébbek lesznek az éjszakák és tovább erősödik a nappali felmelegedés, a csúcs hőmérséklet helyenként a 25 fokot is elérheti.
A jövő hét első felében változékonyabb idő várható, a hosszabb napos periódusok mellett időnként erősen megnövekszik a felhőzet. Hétfőn elszórtan kialakulhat záporeső, egy-egy zivatar, néhány fokkal alacsonyabb maximum hőmérsékletekre számíthatunk.